evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnapra föltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette, Isten ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordul? Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Aztán így szól tanítványaihoz, ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen engem. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, s aki én érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkét? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igény, per evangelika dicta. Szeretett testvéreim, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved? Mit adhat az ember cserébe lelkéért? Az Úr Jézus a lélekről beszél, mely a világ minden kincsénél értékesebb. Szent Pál apostol, az ő tanítványa, a testről beszél, mert Istennek tetsző szent, élő áldozatként fel kell ajánlni, és ez az értelmes kultusz, ez az igazi Isten tisztelet. Vajon két külön dologról szól a mester és a tanítvány? Lélek és test? Nem. Itt nincs szembeállítva a test és a lélek. Az egész emberrel szó van. Tegnap és tegnap előtt pedagógusok kértek meg arra, katolikus iskolába tanítók, hát hogy reggeltől estig velük legyek. És az utolsó predikációt én elhagytam, és kérdéseket írtak fel, és az egyik kérdés az volt, mit jelent az, amit az atya mondott, hogy az ember a világ mindenség összefoglalása. Mit jelent? Isten fölemelte a világot. Ez egy bibliai kijelentés. Fölemelte az elesett emberiséget. Erről már egyszer beszéltem, de nagyon alapvető dolgokról van szó. Ez a fölemelés mindig teremtés. Tehát nem olyan, hogy a leesett dolgot fölemelem, és ugyanaz marad. Az első a legmegdöbbentőbb. A nem létező dolgokat a létbe emelte. Az Isten teremtő. Az ember erre rájöhet, a Bibliából megtanulhatja. Na most itt leszámolok az összes többi vallásról, aki ezt nem tudja. Az az Isten, aki nem tudja ezt megtenni, az engem nem érdekel. Aki csak a világot alakítani tudja, meg a világban benn van, az ugyanolyan, mint én, ugyanaz a fajsúly, csak legfeljebb erősebb. Isten fölemelte ezt a világot a semmiből. Utána a szervetlen anyagot, a nem élő anyagot fölemelte az élet színvonalára. Hallgassátok meg Kellermayer Miklós barátomat. Ő természettudós. Amikor kifejti azt, hogy az első élő sejt megjelent, miből? Az élettelemből.
de az élettelenből soha nem lesz élő. Soha. Viszont az alkotó elemei annak a sejtnek, azok élettelen atomok. Testvérek, egy vasárnap délután ilyenen kell elgondolkodni. Mert ebből következik az, hogy megáldozok, hogy Krisztus föltámad, de enélkül nem. Ezek pedig nem hitnek a tárgyai. Az első élő sejt a világ mindenségben, az Isten műve. És amikor az állati létet, a már élő anyagot fölemeli a személyes létbe, amikor a saját képére megalkotja az embert. Darwinnak abban igaza van, számtalanszor elmondtam, de a Szentírás előbb tudta, mint Darwin, hogy porból lettünk, és porba megyünk vissza. A test. De az az önmagáról nem tudó, nem szabad állat. Megkapott egy új világot, fölemeltetett a személyességbe. Itt egy törés van. Én nem vagyok rokona. Értitek? Csak a testem rokon. De az én testem nem egy állattest, hanem valakinek a teste. De nem csak az állatok testével rokon a testem, hanem a kövekkel is. Az atomokkal is. Igen ám, csak amikor Isten adott az ember, megalkotta az ember, hogy az valaki legyen, akkor örök kárhozatra szánta volna, ha nem adott volna neki az isteni természetből, hogy vele kapcsolatba jusson. Ez a személy. Azért teremtett valakinek engem, hogy fölvehessen örök Isten fiának a természetébe. És amikor az ember szakít az Istennel, akkor személy marad, de nem tudja a saját értelmét. Mi vár rám? Az a rémület. Az a kutatás. Az a hánykolódás évezredeken keresztül, hogy mi lesz velem. Mert ha nincs egy személyes, örökkévaló Isten, akkor én be vagyok csapva. Akkor nincs értelme az embernek, és így nincs értelme a világ mindenségnek. Házi feladat, tessék ezt végig gondolni délután. Én egy héten át kínlódok, imádkozom, hogy szolgáljam a hiteteket. De ez nem arra való, hogy szép szavakat halljatok, hanem tessék végig gondolni. Micsoda erősség ez a hitünknek, hogy az embert fölemelte. Tehát az a lélek az nem más, mint az én, a személy. És ez a személy értelmetlen az isteni személyek nélkül, az Atya, Fiú, Szentlélek nélkül. Mert bár úgy érjük, hogy én nélküle is élünk, hiszen van egy ember, aki szeret, vannak, akik szeretnek, de mind meghalnak. Mi lesz velük? Az a szabad én, az nem ebből a világból való. Magadnak teremtettél minket, Isten. Ez a vallás. Nem az, hogy néha eljövök templomba, néha meg nem. Ha néha eljössz, és néha nem, akkor ezt nem érted. Ezt jelenti, hogy az ember lelke. Tessék behelyettesíteni ezt a szót, hogy az embernek az Istennel való kapcsolata. Jézus nem csak a szellemi részünkről beszél, ilyen nincs. A testem is szellemi, mert én vagyok. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de az ő teremtőjével, az Istennel való kapcsolatát, a lelkét elveszíti, széthullik. És ez már itt az életben van. Testvérek, aki erre rádöbben, az zokog vagyonja meg a bűneit. Az megszabadul. Annak többet Isten nem ilyen kérdés, hogy mit csináltak a keresztes háborúban, meg milyenek a keresztények, olyanok, mint a többi ember, ha nem ebből élnek. De az egyházban itt van ez az Istennel való kapcsolat,
az emberré lett Isten fia, a Jézus, akivel, ha én belekapcsolódok, akkor sohasem élek csak testi életet, az mindig Istennel való kapcsolatomba integrált élet. És most értjük meg Szent Pált, hogy Szent Pál ugyanerről beszél. A testeteket, vagyis egész emberi életeteket adjátok oda az Istennek, ahogyan Isten integrálta a bennem levő atomokat, sejteket, az állati létet, az én személyes létembe, és azon túl a vele való kapcsolatba, most az a feladatom, ez az egyetlen keresztény vallás, hogy hogyan tudom begyűrni ebbe a kapcsolatba minden gondolatomat, minden vágyamat, minden emberi kapcsolatomat, mindent, az ösztöneimet, a pénzt, ahogy kezelem, a szavaimat. Egy pogány számára ez botrány, amit Pál mond, hogy a testi életünket, a földi életünket ajánljuk fel Istennek. Nem. A pogánynál az volt, hogy Zeusnak áldozott egy kakast, hagyj békén, én most kezdem nyugodtan a magam életét. És ez benne van az idegrendszerünkben. Mi még pogányok vagyunk az idegrendszerünket illetve. Eljövök vasárnap, hogy az Úristen nehogy megverjen, de aztán utána mi következik az istentelen. Testvérek, egy feladatunk van. Az Istennel való kapcsolatunkba beletenni minden. Az, hogy te főzöl, a szentséges dolog legyen, mert szeretetből teszed. Nem kötelesség csak. Az, hogy lemosdatod a nagypapát, hogy megszülöd azt a gyermeket, hogy a férj és a feleség együtt vannak az ágyba, és vállalják a gyermek áldást. A szentség az nem profán, mert ha az, akkor nem vagy keresztény. Ez a feladatunk, ez egy élet. És az ember, ha ezt tudja, akkor már magába is érzi, hogy erről lemarad, de mennyire érzem másokkal. Amikor például együtt utazok mondjuk egy pappal, és ahogy beszélgetünk, észreveszem, hogy most, amikor pletykál, most, amikor a pénzről beszél, akkor itt nincs Isten neki. Most csak pénz van, meg pletyka van. Nem, ez nem élet. Az egész életemet beleintegrálni az Isten kapcsolatba. Ezért Szent Pál a lelki embernek nem azt nevezi, aki nagyon sokat imád, mond szövegeket, aki minden lelki gyakorlaton ott van, aki minden kis csoportban bent van, minden mozgalomban, aki ott állandóan ott van a templom körül, hát persze, hogy körülötte legyünk. Aki nagyon sokat meditál, elmélkedik, mintha a lélek azt jelentene, egy valami szellemi dolog. Nem, az drasztikusan anyagi. Hogy amikor infúziót adnak, akkor Krisztusnak adják, mert én övé vagyok. És felajánlom a világ üdvösségéért. Hogyha megrágalmaznak, akkor Jézust rágalmazták meg. Uram, könyörülj rajtuk. Ezt jelenti, amit Szent Pál mond, adjátok egész földi életeteket Istennek tetsző áldozatul. Ugyanazt mondja, mint az ő nagy mestere, a mi Urunk Jézus. Mit használ az embernek, az egész világot megnyeri, de az Istennel való kapcsolatát elveszíti. Mert a dolgait nem abban intézi, azok úgy külön futnak. Testvérek, ez az élet szentség útja. Még ma mindannyian rálépünk. Gyarlók maradunk. Biztos, hogy lesznek bűneink és súlyos hibáink. De ha ebbe akarunk menni ezen az úton, akkor szentek vagytok. Mert a szentnek, az Istennek odaadtátok, kitáltátok az életeteket, még a bűneiteket is. És ezért értjük az Úr Jézusnak a megbotránkozását. A színeváltozás hegyéről jönnek le, Péter lelkesedik. És az Úr Jézus azt mondja, hát az ember fiát meg fogják ölni. Ez távol legyen tőled. Takarodj, sátán, mert nem az emberi módon gondolkodol. Vagyis Jézus, ha valóban emberré lett Isten, akkor nem használja saját javára a csodát.
Tehát emberi értelmével is tudja, hogy ezek meg fognak engem ölni. Akkor atyám, mi ennek az egésznek a célja? Ezt a te veled való kapcsolatodba teszem be. Akkor úgy értelmezem, hogy amit te akarsz ezzel, nem azzal, amit a gyilkosaim akarnak, az nagy bűn, hanem talán éppen értük, hogy megmeneküljenek. Mindenben, a Názaret Jézus vérrel verítékezve is. Atyám, az a én veled való kapcsolatomban legyen ez benne. És te tudom, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Hát akkor a világ üdvösségéért. Amikor ránk csap a szenvedés. De lehet, hogy nagy kísértés, a nagy megtiszteltetés és öröm. Rögtön belegyúrjuk erővel az Istennel való kapcsolatunkban. Csak annyit ér, amennyiben be tudom gyúrni, törni, bele kényszeríteni az én Istenemmel való kapcsolatomba. Ami ebből kilóg, az semmi. Azt elveszítjük. És testvéreim, ezért az emberben, Jézus Krisztusban már megtörtént a világ dicsősége. Az ő teste föltámadt, és benne már az atomok megdicsőültek, meg a sejtek. Egy új világmindenség vár minket. Hát így szeressétek a mi Urunkat. Így törődjetek a lelketekkel, nem lelkizéssel, hanem az Istennel való kapcsolatotokkal, amelyre minden ráépül, mert ami nem épül rá, az elveszik. Amen.